pedig még Erdélyben sem jártak. Gondolom, hogy Székelyföldön a húsvét a sokkal nagyobb ünnep, mint itt nálunk, úgyhogy lehet, hogy sok élményben lesz részünk. Ugye ez jó kis családi kiruccanás lesz, de én még nem jártam Erdélybe. Reggel 6-kor, aki csak tehette, elfoglalta a névtáblája alatti ülést a vonaton. Fél 7-kor az indulás után már a pálinka is előkerült. A Szakács pedig már a reggelin dolgozott. Kétféle omlet lesz, sajtos, illetve sonkás. Lesz szendvics reggelire. A szervezők nem csak finomságokkal, hanem szórakoztató programokkal és a városlátogatásokhoz idegenvezetővel is készültek. Rövidesen kezdetét veszi a Nosztalgia Totó, amin az utazással és a Székelyfölddel kapcsolatos kérdésekre lehet válaszolni a vendégeknek, és az ünnepélyes díjátadás majd visszaútban lesz a locsoló bál keretében. Farkas lakas Székelyudvarhely, Parajd, Medgyes. Állomások, ahol a húsvéti vigadalom mellett sokan rokonai síremlékeit is végre megpillanthatják. Reisz Alfred például évtizedek óta Amerikában él, régóta nem járt szülőföldjén. A nagyapám és az apám erdélyiek, nagyszebeniek, miattuk utazunk most oda. Akinek nem jutott hely erre a vonatra, ne bánkódjon. Nosztalgia kirándulások a tervek szerint egész évben indulnak a fővárosból.